Jó estét kívánok! Önök a Mély Magyart látják. Mai vendégem Almási Ferenc. Mondjuk független újságíróként foglak bemutatni. Szerbusz, tisztelettel köszöntelek a stúdióban. Jó estét! Nem azért vagy itt, mert független újságíró vagy, hanem azért vagy itt, mert egy Franciaországban született, ott felnőtt emberről van szó. Esetedben, aki 22 éves koráig Franciaországban, Párizsban éltél, ugye édesanyád magyar, édesapád francia. Franciaországban jártad az iskoláidat, általános iskola, középiskola, a Sorbonne-ra is jártál, bár azt nem fejezted be, mint említetted. És aztán 2010-ben, 22 éves korodban úgy döntöttél, hogy átköltözöl, visszaköltözöl, ahogy tetszik, Magyarországra. Azóta itt élsz, és nemrégiben, két héttel ezelőtt adtál egy interjút Lovas István kollégámnak. Az interjúnak azt a címet adta Pista, hogy Franciaországnak vége, Magyarországon szebb és szabadabb az élet. Ugye ezek a te szavaid. Mikor én ezt elolvastam, ezt az interjút, azonnal tudtam, hogy nekem muszáj lesz veled beszélgetnem, mert önmagában megdöbbentő mindaz, amit elmondasz, és önmagában megdöbbentő az is, legalábbis sokak számára, hogy létezhet az, hogy valaki, aki Franciaországban születik, járja iskoláit, a francia középosztály gyermekeként nő fel, az hogy juthat el oda, hogy csapott papot otthagy és átköltözik a nyomorult, szegény, csóró keletre, Magyarországra, és így gyakorlatilag a nulláról kezd mindent, és akkor még ráadásul nem átalja azt mondani, hogy Magyarországon szebb és szabadabb az élet, mint Franciaországban. Hát hol van a francia gloire? Mondanák sokan, ugye, akik közül mondjuk itt Magyarországon azt fontolgatják éppen, hogy Angliába vagy Franciaországba költözzenek ki, mert élni csak ott lehet. Úgyhogy a történet önmagában érdekes, és kezdjük is el akkor innen ezt a beszélgetést, in medias res. Ferenc, miért jöttél te el 22 éves korodban? A szegény, csóró és lepusztult keletre. Édesanyám felnevelt úgy, hogy magyar is legyek. Mind a két kultúrában nőttem fel, mindig is szerettem Magyarországot, és mindig is magyarnak éreztem magamat, bár nehéz volt még eddig is 100% magyarnak mondani magamat, mivel nem itt nőttem fel, vannak olyan referenciák, amik hiányoznak, ugye nem jártam magyar iskolában, de az, amit érzek, amikor itt vagyok, és amit kicsi korom óta, mert ugye minden nyáron jöttünk ide családommal, ez az érzés, ami kicsi korom óta van, amikor Magyarországon vagyok, ez elég erős volt, hogy mindig magyarnak mondjam magamat. De francia is vagyok, ugye ott nőttem fel, van francia családom, és egy jó edukációt kaptam, felnevelést kaptam. És pont azért van az, hogy elmentem Franciaországból. Mert az a Franciaország, amit szeretek, már nincs. Erre még visszatérünk, hiszen beszélgetésünknek úgyis ez lesz a gerince, hogy hova lett az a Franciaország és miért nincs. De még ennyi személyes kérdést engedj meg, hogy amikor te bejelentetted végül is 22 évesen otthon, hogy jó napot kívánok, viszontlátást, a szerbusztok, én átteszem életem székhelyét Magyarországra. Ezt hogy fogadták? Mert nyilván különbözőképpen, vagy én legalábbis úgy gondolom, hogy különbözőképpen fogadta mondjuk édesanyád, aki magyar, és édesapád, aki francia. Hogy fogadták őket? Így van, édesanyám örült, és büszke is volt, ami nagyon jól esett, meg mindig is támogatott. Édesapámnak nehezebb volt, mert ugye nagyon szeretem édesapámat, de benne van ez a kicsit sovinisztikus francia hajlam, amit még csak az ő generációban található igazából, hogy hát ez a kis felsőbbrendűség, hogy azért Magyarország azért nem egy komoly dolog oda költözni, hát legyél itthon mérnök, stb.
De nekem nem ez kellett. Nem, a Franciaországban, ahol felnőttem, ott nem láttam magamnak jövőt, mert egyszerűen nem találtam ott a helyemet. Több oka van ennek, az egyik egy mondjuk erkölcsi vagy politikai szempont kérdése. Én lehet mondani, hogy konzervatív vagyok, bár ezt ebben mindent lehet beletenni. Igen. Lényeg az, hogy nem láttam ott a helyet magamnak egy olyan társadalomban, ahol a liberalizmus és az individualizmus győzött, egy olyan társadalom, ami már nem egy, vagyis hogy már nem egy társadalomról van szó, hanem Franciaországban vannak emberek, személyek, akik egy helyen élnek. Ennyi. Nincs egy francia nemzet. Vidéken található azért még itt-ott, de már annyira tönkreteszik a vidéket, hogy ha előre néz az ember 20-30 évvel, akkor tudja, ennek már vége. Nagyon súlyos szavak ezek, és talán még súlyosabb volt, amit pár perccel ezelőtt mondtál egy rövid, lakonikus, tömör mondatban, amikor úgy fogalmaztál, hogy az a Franciaország, amit mi megszerettünk, az nincs többé. Próbáljuk meg ezt fölfejteni. Adás előtt beszélgettünk a folyosón, és beszéltél nekem arról, hogy ugye 3 havonta jársz haza, és most, amikor legutóbb otthon voltál, akkor fölkerested a régi iskoládat, és elmondtad, hogy ott is volt egy megdöbbentő tapasztalatod. Hogy is vannak akkor például az etnikai arányokról? Igen, igazából csak elmentem előtte, nem terveztem, hogy megnézem. Én szerencsém volt egy elég jó környéken felnőni Párizsban, egy ilyen kispolgári, baloldali, fehér kerületben, ahol amikor én 22 évvel ezelőtt voltam elsős, az osztályomban volt 35 gyerek, abból volt 5 nem európai aki nem európai származással rendelkezett. Majdnem megváltozott az arány, vagyis hogy megdöbbentem, amikor körülbelül fél évvel ezelőtt elmentem a volt iskolám előtt, és láttam kijönni az osztályokat, és hogy a 30-35 gyerekből már csak 10-15 fehér van. Ez Párizs maga, nem is Párizs külvárosában van. Igen, eszméletlen gyorsan változnak ott az etnikai viszonyok, és erről tudok egy jó példát mondani. Például van, mert ugye Franciaországban hivatalosan tilos megkülönböztetni az etnikumot, illetve a fajt, sőt, ki is törölték az alaptörvényből a fajt szót, rassz szót. Viszont vannak azért olyan eszközök, amik egy jó képet adnak arról, hogy mi a helyzet. Van egy úgynevezett vérsejt, sarló sejtes betegség, magyarul, a drépanoszitóz, amire szoktak végezni a kórházakban szűrővizsgát, igen, de csak azoknak szokták csinálni ezt a szűrővizsgát, azoknak a gyerekeknek, akik rendelkeznek legalább egy afrikai, illetve fekete felmenővel. Vagyis ezekről vannak hivatalos adatok, és ezeket tekintve lehet tudni, hogy körülbelül az új szülöttek között mennyi az aránya azoknak a gyerekeknek, akik rendelkeznek fekete felmenővel. És 2014-ben Párizs megyében, ami egy 12 millió fős megye, pontosan 69%-a az új születteknek rendelkeztek egy ilyen szűrővizsgával. Vagyis, hogy 2014-ben Párizs megyében 69%-a az új születteknek rendelkeznek fekete felmenővel. Mikor én utoljára, jó régen, legalább 10 éve jártam Párizsban, már akkor mondjuk bizonyos környékeken, mondjuk a Port de Clignancourt környékén, ott az Ócska piac, gyakorlatilag egy napot el tudtunk járkálni anélkül, hogy egy darab fehér ember szembe jött volna.
és tényleg ebben nincsen semmi túlzás. Vagy ha, nem tudom, láttad-e ezt a filmet, az én korosztályomnak az egyik meghatározó filmélménye volt, Kassovicnak a Gyűlölet című munkája. Ez egy 95-ös film, 21 éves. És már abban a 21 évvel ezelőtti Kassovic filmben is, ami ugye francia párizsi külvárosban játszódik, ahol a teljes kilátástalanság, és szintén fehér ember nincsen, csak arabok és feketék vannak, akik egymást is gyűlölik, a fehér társadalmat is gyűlölik, a rendőrt is gyűlölik, pedig egyébként a rendőrök, akik közéjük bejárnak, azok is arabok, de azokat is gyűlölik, mindenki gyűlöl mindenkit, kilátástalanság van, nyomor van. Az egész film olyan szinten deprimáló és lehangoló, hogy az ember úgy jön ki a moziból, hogy csak kóvályog, és azóta eltelt 21 év, és én attól tartok, hogy a helyzet azóta jelentősen romlott. Szerinted? Abszolút, persze. Ennek nagyon sok oka van, hosszú lenne mélyen belemenni, de mint mondtam korábban, hogy itt az egyik fő oka az, hogy nincsen egy nemzeti érzés. Azért utálják ezek az emberek egymást, azért, mert egy helyen kell élniük, de semmi közös nincs azon kívül, hogy egy helyen élnek. Etnikai szempontból, vallási szempontból, kulturális szempontból, szinte minden szempontból eltérnek, és semmi nem hozza őket, mint csak az, hogy egy helyen élnek, de hogy amikor egy helyen kell élni olyan emberrel, akivel semmi közös nincs, és akivel nem akar az ember közös jövőt felépíteni, akkor egy idő után nyilván lesznek gondok. És most nagy arányban ez történik Franciaországban. Hozzá kell adni ugye azt, amit pont azelőtt mondtuk, hogy az etnikai viszonyok nagyon gyorsan változnak, úgyhogy ez nyilván egy instabilitást termel. A másik meg az, hogy ugye van ez az iszlamizmus, ami ezen épül fel, körülbelül egy 10 éve kezdődött el ez az iszlamizmus a külvárosokban, Franciaországban, ami egy nagyon aggasztó fenomenon, vagy mert azokból az idegen igen, idegenekből, akik Franciaországba költöztek, meg a második, harmadik generáció se tudott beilleszkedni. Miért? Mert nincs rá lehetőség, mert egyszerűen túl sokan vannak, túl nagy a különbség minden szempontból, ugye, mit mondtuk, etnikai szempontból, kulturális szempontból, akár még volt francia gyarmatból is számozottak, néha nem beszélnek franciául. Mindegy, ha összeadjuk ezt az egészet, ha összeadjuk azt, hogy a franciák nem kérték ezt, és ha még hozzáadjuk azt, hogy olyanféle ótvaros panelekbe tömték ezeket a szegény embereket, egyértelmű, hogy így nem működhet az egész. És így az lett, hogy igazi gettók alapultak ki, ahol konkrétan az egyetlen alkultúra, aminek sikerült összefogni az embereket, az a radikális iszlám. Az később, először az amerikai gettós alkultúra volt. Mert ez a fekete, bronxi, az az igazi, amit látunk. Igen, amit lehet az MTV-ben látni, stb. Igen. Mert hogy egyszerűen ez volt az egyetlen, amit mindannyian néztek, mindannyian láttak, ez volt az egyetlen közös dolog. Ezen épült fel a kultúrájuk ezeknek a bevándorlóknak, akiket panerekbe betömtek. És ezen épült fel, aztán a körülbelül 10 éve kezdődött el a radikális iszlám, amit Katár meg Szaúd-Arábia támogat, küldenek imámokat, szalafistákat, gondolom. Igen, vahabi, takfiri, stb. És ők kihasználják azt, hogy a legtöbb bevándorló bevándorló, aki Franciaországban született, már nem bevándorló, de mondjuk a legtöbb, főleg afrikai meg arab származású ember, aki ezekben a külvárosokban él, nagyon sok rendelkezik muzulmán felmenőkkel, és ők akár akkor is, ha nem, nem, nem,
nem hívők, nem gyakorolják a vallást. Sokáig nem is voltak mecsetek, vagy imaházak. Azért megvolt az, hogy mégis csak ez a apámnak, anyámnak a vallása, úgyhogy valami maradt ebből. Amikor jöttek a szalafisták, akkor kihasználták ezt, és így nagyon sok helyen el tudták nyomni azt, hogy helyi gengek uralkodtak, és mert hogy azért az imamot mégse lehet megtámadni. A geng jó, lő a rendőrségre, lő a másik gengre, jó, ő uralkodik ott. De amikor oda jön egy imám, azt nem lehet megbántani, mert azt már senki nem támogatná ott a helyben, senki nem félne eléggé a gangtól, hogy ne védje meg az imamot. És így sikerült átvenniük egy csomó helyen. Ők váltak tekintélyé, ők a megkérdőjelezhetetlen tekintélyé. Igen, igen. És lehet látni, hogy ebben az új terrorizmus hullában, amit manapság látunk, szinte mindegyik terrorista egy ilyen kis gangster múlttal rendelkezik. Vagyis, hogy lopott autót, motort, drogot árult, és belőle lett aztán egy terrorista. Olyan emberekből, akik alkoholt ittak, drogoztak, loptak, olyan dolgok, ami tilos az iszlámban amúgy, de ezekből lettek a terroristák. Hogy? Hát egyszerűen, hogy mondjam, gyenge emberekről van szó, akiket könnyű manipulálni. És a kilátástalanság. És igen, és erre akartam kitörni, hogy itt van, hogy ők se látnak jövőt. És amikor valaki jön azzal, hogy tessék, itt van valami, ami örökké ad választ, az egy megkönnyebbülés. Azt mondod, hogy ők sem látnak jövőt, te sem láttál jövőt, hiszen ezért jöttél el. Az érdekelne engem, hiszen a családod a mai napig ott él. A francia édesapád és az ő családja, és gondolom velük azért nyilván, hogy folyamatos a kapcsolatod. Milyen jövőt lát maga előtt ma egy fehér, középosztálybeli keresztény francia? Milyen? Hogy tudja megmagyarázni magának mindazt, ami körülveszi, és mindazt, ami történik? Arra a kérdésre, hogy milyen jövőt lát, két választ szoktam hallani. Egy optimista, egy pessimista. Az optimista az hisz abban, hogy sikerülni fog előbb-utóbb a nemzeti jobboldalnak, illetve valószínűleg a Front Nationalnak, nemzeti frontnak győzni. Esetleg ugye 2017-ben jövőre lesznek választások. És hogy akkor is, ha ők nem oldanak meg mindent, ez egy nagy lépés lesz előre, meg lehet állítani a bevándorlást, és szép lassan helyreállítani az egészet. Akik pessimistábbak, azok sokan attól félnek, hogy kitör előbb-utóbb valamilyen féle etnikai polgárháború, hogy összedől az állam, mert hogy mind már csak egy illúzión tart. Uh-huh. És sokan, egyre többen vannak, akik már azon gondolkoznak, hogy elhagyják az országot. Ezt így mondod, nekem nagyon kedves barátnőm, ők úgy döntöttek tavaly, hogy hozzád hasonlóan, hogy átköltöznek Magyarországra, visszaköltöznek Magyarországra. Csak ugye hozzád hasonlóan ugyanakkor mégiscsak nehezebb, különösen most a bretányi francia félre gondolok, aki elmúlt 80 éves. Ez egy 80 éves embert kivenni a saját közegéből és azt mondani, hogy most vénségedre, öregségedre, gyere meghalni egy teljesen másik országba. Az ugye gondolná az ember, hogy azért az probléma. És mi is azt gondoltuk, hogy
Nádasdy Borbála hosszú hónapokon keresztül győzködte az ő féljurát, hogy tegye meg ezt a lépést az ő kedvéért. De ez nem így van. Beszélgettünk sokat, meg összejárunk, és ez a 84 éves öreg Brötányi, ez lelkesen és boldogan jött Magyarországra. És azt mondja, hogy ő nem akarja végignézni azt, ami az ő hazájával történik. És neki itt jó, és ő itt szeret lenni. És letelepedtek Veszprémbe, vettek egy kis szőlőt, fönn a Balaton felvidéken, a világ legfinomabb borát készíti ez a 84 éves idős ember, és fantasztikus az egész, és azt mondja, hogy neki itt a jó, és neki ez az élet, mert ami elveszett ott, azt megtalálta itt. De még egyszer értem, elmondtad a válaszodat, hogy optimistán és pessimistán is szemléli a maradék francia középosztály, meg nem is a középosztály, gondolom ugyanígy vannak ezzel. Nem csak a középosztály. Underclass, a proletáriátus, igen. A high society, igen. Mindenki igen. Ugyanezt gondolja. Tavaly azt hiszem, hogy 10 000 milliómos ment el Franciaországról például. Igen. Nem kevés a szám. Nem kevés. Ugye te úgy fogalmaztál Lovas Pistának itt az interjúban, hogy az a Franciaország, ami Jean Gabin, Jean-Paul Belmondo, Jacques Tati Franciaországa volt, az nincs. Az megszűnt. Teszem én hozzá, neked már említettem, hogy ugye nekünk az egyik ilyen kultuszfilmünk, az pont Belmondónak a Profia. Egy limonádé, de csodálatos. Csodálatosan van megcsinálva, és amúgy is imádjuk Belmondót. Rossz kedvem van, fél évben egyszer biztos megnézem ma. És a fiaim is imádják. Megnézzük a Profit, még mindig elhisszük a végén, hogy most majd nem lövik le. Csak pont azon gondolkoztam a minap, hogyha ma készülne el a Profi című film, akkor ott nem lehetne bemutatni, mert megtámadnák. Megtámadnák ilyen emberjogi alapon, hogy igen. Rasszista a film, itt mindenki fehér, az indzsává, igen, a rosszak feketék, és egyet az egész, meg a nőkhöz való viszonya a Belmondónak az olyan hím, soviniszta. Még egyszer kérdezem most, és nem a pessimista és optimista felosztás érdekel. Ugye azt szokták ma mondani elemzők, hogy nyugaton is, Franciaországban, Anglia, mindenhol, a nép gondolatai, érzései, vágyai, eszméi, és az, ami megjelenik a mainstream politikában, a politikailag korrekt beszédben, a mainstream sajtóban, hogy ez a kettő között olyan szakadék van, abszolút. Hogy áthidalhatatlan. Mi így éltük le az életünket fiatalon a kommunizmusban. Ugyanez volt. Amit mondtak a politikusok, amit írtak a lapok, arról mindenki tudta, hogy az nem számít. De mi azt is tudjuk már, hogy egy ilyen világot csak ideig, óráig lehet fenntartani. Ahol ilyen szakadék van a valóság, meg a politikai elképzelt valóság között, ott előbb-utóbb valami fel fog robbanni. Akkor így teszem föl a kérdést, meddig tartható fenn ez a látszatvilág? Évek kérdése, de igen, elmondta, ez nem lehet örökké. Minden nap lehet találkozni a francia sajtóban akkora hazugságokkal, de nem tévedésről van szó, hanem hazugság konkrétan. Hazudnak, hogy amikor például vannak, mit tudom én, 100 000-en egy tüntetésen, ha az jó, egy jobboldali tüntetés, akkor azt mondjuk, hogy voltak 20 000-en. És fordítva, nyilván, ha baloldali, liberális tüntetés. Az egyik kedvenc módszerük egyszerűen az, hogy nem beszélnek valamiről. Például Orbán tekintve olyan dolgokat mond Orbán, amit Franciaországban nem lehet közvetíteni, de úgyhogy ugyanakkor le akarják úgymond lőni Orbánt, rosszat akarnak mondani róla, de ahhoz kéne olyan dolgokat közvetíteni, amiket nem mernek. Úgyhogy inkább nem beszélnek róla. Nagyon kínos helyzet ez nekik, elég évezetes amúgy. Több témáról volt szó. Az, hogy hogyan, ezt szeretném elmondani, hogy hogyan lehet az, hogy egy olyan ország, mint Franciaország, ahol
30-40 évvel ezelőtt még mindig egy fantasztikus, ragyogó kultúra volt, meg egy büszke nemzet volt, egy gazdag, erős ország. Hogyan lehet az, hogy ilyen szintre jutott ma, és hogy mi még megéljük azt, hogy 20-30 év múlva lehet, hogy borzasztó helyzetek lesznek ott. Egyszerűen elég az, ha egy generáció nem adja át azt, amit kapott. Mindegy, ha 1000 vagy 1500 éves az az ország, hogy egy fantasztikus kultúrával rendelkezik, ha egy generáció nem teszi meg azt, hogy továbbadja azt, amit kapott, és megtanítja a következő generációt szeretni azt, amit ők kaptak, akkor mindennek vége. Ilyen egyszerűen. Ilyen egyszerűen. Említetted nekem, és hangozzék el ez is, legalább ebben a mi televíziónkban. Említetted, most ennek kapcsán, amit mondtál, jutott eszembe, hogy is áll például a francia oktatás ügy, hogy ma már nem tanítják Franciaországban a gyerekeknek mondjuk Napóleont, vagy 14. Igen. Lajost? Igen. Igen. Aki nem hiszi el, az nézzen rá, interneten fent vannak a hivatalos programok. Tehát majd? Bónuszban van. Ez úgy van, hogy akkor szabad beszélni róla a tanároknak, ha már befejezték a programot. És hogy már júniusban szabad róla beszélni, hát júniusban tudjuk, hogy akkor a diákok már nem nagyon szoktak semmit se követni, és néha nincs is befejezve a program, úgyhogy helyette meg, mert hogy ugye ezt azért szeretném. Ez a fel a kérdés, mit tanítanak akkor? Igen, igen, hogy helyette ugye, hát nagyon fontos a második világháború, ugye, meg tanítanak történelemben, tanítanak idegen országoknak történelmét, ami magában nem is lenne gond, sőt, de az a gond, hogy nem tanítják már ugye se Napóleont, se 14. Lajost, ilyen alap dolgokat a francia történelemben nem oktatják, ehelyett meg mondok egy vagy két példát, egy mali királyságot a 15. században az kapni fog időt, hogy erről beszéljenek, az benne van a kötelező programban, ugyanakkor meg 14. Lajos Napóleon nincsenek már benne. Helyette van mali királyság, értem. De igen, a francia gloire az nincs Napóleon és 14. Lajos nélkül. Legalább a jakobinusokat oktatják? Nagy francia forradalom az szerepel? Hát azt egy elég egyszerűsített szempontot oktatnak, uh-huh. Igen. Ezt csak azért kérdeztem pont erre rá nyilván. Vagyis, hogy már bocsánat, hogy közben vagyok, de ha már egyszer erről van szó forradalomról, egy ilyen nagyon pozitív, idillikus uh-huh. képet adnak a forradalomról, ami ugye tudjuk, hogy hát nem ilyen egyszerű. Örülök, hogy ezt így előre bocsájtottad, mert erre vonatkozott volna a kérdésem. És akkor mielőtt ezen a nyomvonalon végigmegyünk. Lovas Pistának meséltél arról, hogy az a többek között az is tragédia a mai Franciaországban, és persze mindabból következik, amit eddig megbeszéltünk, hogy nincsenek már hősei a francia társadalomnak és a francia ifjúságnak, és hogy ez mennyire így van, elmondtál egy példát. Hősök, de ha nem is hősök, példaképek. Példaképek, és elmondtál egy példát ezzel kapcsolatban, 2005-ös zavargásokról, ezt tedd meg. Elloptak egy motort, és menekültek a rendőrség elől, és bebújtak egy transformátorba, és meghaltak szegények, úgyhogy, és innen indult, hogy micsoda erőszakos a rendőrség, meg hogy felelőtlenül üldözték a gyerekeket, meg stb. És nagyon gyorsan egész Franciaországban a külvárosok fellázadtak, és
És most nemrég, nem akarok hülyeséget mondani, egy éven belül történt az, hogy abban a városban, ahol történt ez az esemény, átneveztek egy utcát a nevükre. Tehát most ott egy Ziaú és... Egy Ziád és Buna utca Buna van. Utca van. Tehát két motortolvaj. Igen. Suhanc, akik meghalnak a transformátorházban, kvázi... Akik menekülnek a rendőrségről, és... Kvázi hát, ők ma a példaképek, mert hogy utcát neveznek el. Mondok egy másik példát, elfettettem a nevét, de Párizsban egy olyan teret vagy utcát neveztek el, aminek egy azt hiszem egy tunéziai kommunistának a nevét adták meg, aki hát akinek aki felelős indirekt módon franciáknak a halálának. Uh-huh. Sok ilyen példa van, egyre több van. Amúgy vannak még Marx, meg Engels, meg Lenin utcák uh-huh. Franciaországban. Hát ott sose volt hatalmon a kommunizmus, én meg tudom érteni, igen, persze. Igen. Illetve nem tudom megérteni, de rendben van. Én csak azért akartam erre rákérdezni, hogy egy kicsit nekem ez mindig furcsa volt az egész francia társadalmat tekintve, hogy itt az értékítélettel, mintha lenne valami probléma, de lehet, hogy ezt csak én látom így. Ugyanis az én számomra felfoghatatlan, hogy a francia Gloire-nak és a dicsőség csarnokban az összes jakobinus ott van. Ugyanis én magyar történelem szakon végeztem, méghozzá még a Kádár rendszerben kezdtem, és természetesen nekünk is úgy tanították a francia forradalmat, hogy az a világ legszebb dolga volt. Annál már csak a bolsevik forradalom volt csodálatosabb. Na de hát az ember kicsit aztán úgy beleássa magát, meg elkezd józan paraszti észre gondolkodni, azért Marat, Robespierre, Danton, ezek tömeggyilkosok voltak. Igen. Pont olyan tömeggyilkosok voltak, mint a Lenin elvtársék. És hogy ők ilyen megkérdőjelezhetetlen tekintélyek, példaképe és hősei a francia társadalomnak, ez az én számomra megdöbbentő. Na, itt az az igazság, hogy inkább kikerülik ezt a témát. Azért mondtam, hogy egy olyan verziót oktatnak a forradalomról, ami simítva van. Ami egyszerűen a nép nem akar többet a királyi diktatúrából, és aztán minden rendben. Ennyi. Kikerülik azt, hogy Robespierre, Danton, Saint-Just, Fouquier-Tinville, hogy ezek miket csináltak, nem beszélnek nyilván arról, Verdun, hogy Vendée-ben mi történt. Parasztok lemészárlása, ez nem számít. Igen, ezek nem. Ezekről nem beszélnek, ez tabu. Jó, hát innen azért persze sok minden érthető. Azt is említett Pistának, a Lovas Istvánnak az interjúban, és semmiképpen sem szeretnék emellett elmenni. 68-at emlegeted, mint a végső negatív fordulópontot. Igen. Hogy érted ezt? Most nem fog mélyen belemenni abban a témában, hogy miért történt, de az egyik következménye az, hogy elment a De Gaulle. Én De Gaulle csinált jó dolgokat, kevésbé jókat, de legalább próbálkozott azzal, hogy Franciaország tényleg egy független állam maradjon. Hogy ne kerüljön bele Franciaország egy második világháború után kialakult atlanti hatalomnak, és egy idő után megunták a De Gaulle-t, megtörtént 68. május. Ha az ember meg akarja érteni, hogy mi a következménye a Mes 68, a május 68-nak, igen. Egy ember tökéletesen szimbolizálja ezt az egészet, az a Daniel Cohn-Bendit. Ő az ember, aki anno az egyik vezetője lett ennek a mozgalomnak, vagy legalábbis az egyik képviselője, és azóta, ahogy ő változott, ahogy ő alakult a politikai szempontjai, meg állásai, azok tökéletesen
jelképezik azt, hogy mit hozott ez az egész 68-as május lázadás Párizsban. És az ő generációja hatalomban van igazából Franciaországban, és ők hozták ezt az egészet, ami a 68 után történt, a végleges vége a tradicionálisabb életnek, a hagyományoknak, igen, a francia büszkeségnek, a társadalomérzésnek, mint a korábban említettem. Igen, ők hozták azt, hogy én létezek, mint individuum, úgyhogy én fontosabb vagyok, mint individuum, mint a társadalom. Mint a közösség. Igen, és ez egy generáció alatt eltörölt minden, majd szinte minden örökséget. És ez... Minden hagyományos. Attól félek, hogy igen, amikor ez már megtörtént, nem lehet hátrálni, nem lehet visszamenni. Nem. Egy társadalom egy nagyon... bármennyire elnyomó lehet, meg erős, attól még nagyon törékeny. Mint látjuk Franciaországban. Itt egy élő példa arról, hogy mire kell számítani, ha hagyjuk magunkat, mi a veszély. És minden generációnak figyelnie kell, és meg kell tenni a magáét, hogy ez ne történjen. Nagyon, nagyon kemény dolgokat mondasz, ha jól olvassak föl egy részt, ezek a te szavaid. Itt pedig mondod, itt alatt értendő Magyarország, vagy ahogy tetszik egész Közép- és Kelet-Európa. Itt pedig az emberekben még mindig megvan az az illúzió, hogy nyugaton jobb. Persze, hogy vannak dolgok, amelyek valóban jobbak. De miért? Azért, mert a nyugat még mindig gyarmatosít. A félvilág a gyarmata. Afrika nem független, francia gyarmat. Közép-Európa nem független, német gyarmat. Kemény szavak. Igen, nyilván lehetne ezen vitatkozni. Egyszerűsített, de a lényeget tekintve nem fogok vele vitatkozni, igen. Csak fejtsd ki. Nyilván vannak jobb dolgok nyugaton, csak hogy, és nem csak a gyarmatosítás miatt. Például Franciaország miért sikerült egy olyan magas szintre felemelkedni a kultúra szempontjából, miért sikerült olyan fantasztikus borokat, meg ételeket kitalálni, mert egyszerűen a középkor óta Franciaország konkrétan nem szenvedett, csak kisebb dolgokat. Nem voltak úgy, mint nálunk, az oszmán birodalom nem volt. Nem voltak megszállva soha. Igen, még a második világháború se nagyon fájt Franciaországnak. Most nem a személyekről beszélek, hanem az ország, meg a népről. Úgyhogy nézzük az arányokat, hogy hány civil szenvedett Franciaországban az egész népességhez képest. A Franciaország nem lett lebombázva, nem lett tönkretéve, nem törölték el az örökségét. Úgyhogy ezért is vannak dolgok, amik jobbak ott, mert nálunk sok dolgot tönkretettek, töröltek, eltüntettek. De ugye ez a gyarmat dolog, hát mondok egy példát, Franciaország, Afrikában van az a elefántcsontpart ország, a Côte d'Ivoire. Ott 2011-ben a Laurent Gbagbo elnök meg akart az volt a Force Liquor-nak a missziója, hogy védjék meg az idegeneket, és mindenki, aki nem helyi polgár, és minden nagyobb, minden harckosi, meg stb. Azokat megsemmisítsék. Csak hogy nem csak ezt csinálták, hanem konkrétan meg is támadták az elnöki palotát, megölték a nemzeti gárdát,
és aztán hagyták, hogy a muzulmán felkerők, a Guattarának a támogatói bemenjenek a palotába, elkapták a Gbagbót, aztán a Gbagbót elvittek a Hágában, és nemzetközi hivatalosan a francia médiában, és ez könnyen meg lehet találni a neten is, ott van, hogy a francia hadseregek csak indirekten, távolságot tartva voltak ott, nem vettek részt a közelharcokban, nem támadták meg az elnöki palotát, mikor végül is, igen. Erről vannak bizonyítékok, és ismerek katonákat, akik ott voltak. Ez csak egy példa arról, hogy csak megváltozott a gyarmatosításnak az arca. Most más módszereket használnak, nem mutatják, hazudnak, de ugyanaz van. Itthon, meg itt Közép-Európában, hát ugye a rendszerváltás után tudjuk, hogy miféle korrupciók voltak, meg miféle vásárlások. Botrányos az egész, de... Igen, hova lettek a közép-európai országoknak az ipara, a mezőgazdaság, a feldolgozóipara, kihez került, mennyiért, és aztán mi lett belőle. Igen, így tudjuk. Hát ez is gyarmatosítás, csak ami ezt itthon elmondjuk, akkor rögtön a fejünkre van olvasva, hogy hülyék vagyunk, nácik vagyunk, fogalmunk sincs az egészről, és nem értjük a piacgazdaság nagyszerűbb működését. Pedig néhány tized évekkel ezelőtt még a liberálisok még a gyarmatosítás ellen küzdöttek. Jól megváltoztak a dolgok. Változott a helyzet. Igen, valószínűleg attól függ, hogy honnan jön a pénz. A gyarmatosítás kapcsán beszélsz arról is, ami nagyon megdöbbentő volt nekem, hogy gyakorlatilag ma Franciaországban, hozol is példákat, ma Franciaországban rabszolgaként dolgoztatnak vendégmunkásokat, meg bevándorlókat. Igen. Ezt hogy kell ezt elképzelni? Itt is egy konkrét példát szeretnék adni. Amikor dolgoztam, mint munkás építkezésen, és ott tudtam tapasztalni, hogy Párizsban, egy Franciaország egyik legnagyobb építkezésén, ott elmagyarázta nekem egy mali úr, hogy ugye Maliban ott tudni kell, hogy van poligámia, úgyhogy nagyon rendszeresen előfordul, hogy egy embernek van 10-15-20 testvére, és 50-60 unokatestvére. És azt csinálják ott a francia nagyobb cégek, hogy megtalálják azt az embert, aki erkölcsileg mocskos, mindig van egy, könnyű megtalálni, őt megtalálják, és egyszerűen azt mondják neki, hogy hívd ide a testvéreidet, unokatestvéreidet, dolgozni fognak itt az építkezésen, amikor van rá szükség, amikor van rájuk szükség, és de hogy ezt feketén megoldjuk, hogy te kapjál több fizetést, megkapod az ő fizetésüket, és aztán te odaadod nekik. De ezt úgy csinálják, hogy tudják, hogy ő aztán valószínűleg nem fogja odaadni, de ez már nem érdekli őket. És olyan helyzetek vannak, hogy Maliből elutaznak egész Franciaországban, életüket kockáztatják sokszor, mindenüket beleteszik, hogy megtegyék ezt az utazást, oda mennek, ott konkrétan rabszolgaként dolgoznak, teljesen feketén, illegálisan, nincs papírjuk, semmi, és aztán a végén még nem is kapnak fizetést, vagy ha kapnak valamit, akkor 200 eurót, együtt élnek a többi illegálissal egy lepukkant épületben, valahol Párizs külvárosában, ahol sokszor a tulajdonos az az ember, vagy egy barátja annak az embernek, aki megszervezte ezt az egész importálást, és nem tehetnek semmit, mert hogy ugye nem vannak ott hivatalosan, úgyhogy nincs pénzük, nincs semmiük. Teljesen ki van szolgáltatva. Igen. És ezt a liberálisok ezt nem támadják meg, hanem csak azt mondják, hogy jó, akkor ezeknek adjunk francia állampolgárságot. Ez az ő válaszuk. Uh-huh. Amikor a válasz az lenne, hogy véget tenni ennek az emberre nem méltó viselkedésekre, ami kapcsolódik össze a gyarmatosítással. De egyébként ez mindezeken túl, ha már csak a pénzügyi részét vesszük, hogy itt fekete pénzek,
és odaadják a munkafelügyelőnek, tudva, hogy az úgyse fizeti ki majd a munkásait, és így mennyit spórolnak, ugye ezt mondod, ez valóban rabszolga munka, de ez korrupció is. És közben mi mindig azt hallgatjuk, igen, hogy a nyugat az milyen szép és transzparens, ott nincs korrupció, ott minden rendben, míg mi itt Vadkeleten, mi vagyunk a rettenetesen korrupt országok. Akkor hogy van ez? Aki azt hiszi, hogy... akit érdekli az, hogy mi egy korrupt kormány, az nézzen utána, hogy a francia utolsó 10 évben mondjuk csak, de akár lehet csak a jelenlegi kormányt is tekinteni, hogy a miniszterek között hányan voltak azok, akik már bíróságra kerültek és el lettek ítélve. A többsége. Uh-huh. A többsége. Ennyi. Akkor miről van szó? Most ezt nagyon könnyű, vádokat mondani Magyarországra, egész Közép-Kelet-Európára, hogy így, meg úgy korrupció, ahol van hatalom, meg nagy pénzek, meg bürokrácia, ott valószínűleg mindig lesz valamennyire korrupció, de ami nyugaton folyik, ott olyan mértékben, olyan arányokban van, hát, ha megint az építkezésekről beszélünk, mondhatom azt, hogy ott sokszor állami pénzek támogatják az építkezéseket, és ott 100 millió eurókat sikerülnek még rávenni, hogy hát még ennyi is kell, meg ennyi. Tehát a költségeket növelik de papíron, igen, és a pénz meg elteszik. Feri, így a végére, mert ez lesz az utolsó kérdésem. Közel egy órán keresztül hallgattalak téged, és nem lettem boldogabb. Illúzióim már eddig se voltak, azok az illúziók, amik a mi ifjúságunkat és a kamaszkorunkat meghatározták, hogy nyugaton milyen csodálatos minden, és hogy még az én generációm jelentős része is azt fontolgatta, hogy majd az iskolái befejezése után diszidálni fog, ahogy ezt annak idején hívták. Aztán ezek az illúziók szerte foszlottak, most jössz te onnan, egy ottani fiatal, aki ott töltötted az egész ifjúságodat, és elmondod mindezt, és azt mondod, hogy Franciaországban nincs jövő, és Franciaországnak vége, és ez iszonyatosan hangzik, mert azért mi itt Közép-Európában mi meg vagyunk fertőzve a francia kultúrával, és mindig is úgy tekintettünk Franciaországra, mint a kultúra bölcsőjére, egyik bölcsőjére és hazájára. Hogy kérdezzem meg így a végén, félig meddig költői a kérdés, de kíváncsi vagyok a véleményedre. Szerinted, ha Victor Hugo, vagy Balzac, vagy akár Émile Zola most föltámadna, és letennék őket Párizs közepén, megismernék még az ő Franciaországukat? Éreznék azt, hogy nekik bármi közük van ehhez? Hát nem beszélhetek nevükben, de... De szerinted? De szerintem nem. Nyilván nem. Ami nagyon fontos az, hogy megértsük itthon, hogy remény mégiscsak van. Azért voltak nehéz idők történelemben, nagyon sok voltak. De a lényeg az, hogy hinnünk kell saját magunkban. Ez a legfontosabb. Ez a legfontosabb, hogy hinnünk kell saját magunkban, ugyanúgy, mint a nyugat hit saját magában, és ezért is volt sikeres. Mert nem mondta az, hogy mi ilyen gyengék vagyunk, ilyen. Jó, néha az ember, vagy egy ország, vagy van a hullámnak a völgye, igen, és aztán lehet egyfajta reneszánsz. És szerintem Közép-Európának itt van egy történelmi lehetőség. Ezért is támogatom nagyon, ami itt történik Magyarországon és Közép-Európában, és igyekszek reményt adni az embereknek, hogy de igenis van remény, nem lesz könnyű, de senkinek nem lesz könnyű a jövő. De tennünk kell azért, hogy jobb legyen, mert senki nem fogja megtenni helyettünk. És igen, ezért is próbálom támogatni ezt az egész helyzetet. Igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem. Köszönöm szépen a meghívást. Önöknek köszönjük megtisztelő figyelmüket, jövő héten a szokott időben várom önöket. A viszontlátásra.